Valami érdekel, hogy írrem, nem kell találgatni. Jó, ki? Akkor írok én is. Tudod, majdnem úgy, mint Emily-t, Charlie-nak használnak. Nekem. For me, there's Ja, no mintha way nem is else in Emily the lenne. whole town. Szörnyek This vannak lenni, de monster is sarkon. waiting for me on every corner. Hát ja, arra én Maybe is I'm freaking gondoltam. out. Because I feel like this is a huge prank designed Huge prank, persze ez egy prank, to aha. mess with me. Szóval úgy sejti a karakterünk, ugye, hogy nem is Emily volt az ablakban, akit láttunk. Most ez az akkumulátor, amit megszereztünk, ezt vihessük oda. Kapuhoz. Vissza tudunk mászni. Valahol. Parkon keresztül kéne elmenni, nem? Hogy megkerüljük így az egész utcát? Ó, arra kell, aha. Nem lehet visszamászni már. Ugye mindig rosszalkodik. Twitch-et nem egyébként, én is mindig rosszalkodok. Nem tudunk bemászni, nem fér be, Juki. Nem tudunk mászni. Twitch-et én is nagyon rossz fiú vagyok mindig. Észrevehetitek. Izé. School's on the other Az side of iskola that kerítés fence. másik oldalán van. Jó van, valahogy ki kéne kapcsolnunk az áramot. Mi történne, ha mondjuk nem lehet ilyen követ dobni, és akkor így úgy kikapcsolnánk. Ezt kéne kinyitnunk. Honnan jön az a kábel? Innen. Ezen túl nem tudunk menni. Mi a terv? Beleugornék valósába a kukába, és saját magamat tolnám. Habár azért annyira előtt nincs, hogy el tud magadat tolni kukába talán. Ő amúgy is mi? Én amúgy is mi? Hm? Megnyom ezt a kapcsolatot, talán ki kell kapcsolnia. Így van, ezt tudjuk. Hogy megyünk oda be? Semmelyik oldalról nem lehet megkerülni. Ugrani nem lehet. Ezt nem akartam. Ez ilyen flashlight. Vagy ó, flashlight, ez ilyen flashelés. Vagy... Nem tudom. Nem sétálunk csak úgy bele. Menjünk visszafelé. Hát van itt valami más, amit felhasználhatunk. Egy muszáj erre elmennünk? Mi lenne? Megkerülni nem tudjuk az egészet így, ugye? Hogy lemegyünk, és akkor kimegyünk a főútra. Szerintem ja, mindenképp. Vagy? Nem. Ott a létra. Oké, menjünk, ott a létra. Ha bejönnénk ide, a főútról, akkor ki tudnánk nyitni? Vagy valahogy hozzáférhetnénk. Onnan ugye be lehet menni. Hogyan tudunk főútra térni, ez a kérdés. Sehogy, ugye? Sehogy. Erre megyünk. Visszamegyünk. Ja, sehogy. Megpróbálok még egyszer a parkon keresztül bemászni, hát ha lehet. Nyílik. Amúgy is rossz, ugor, de nem lehet ugrani a játékban. Az a baj. De amúgy át lehetne, na. Nagyon sok rész van olyan, amit át lehetne ugrani. Csak karakter nem tud. És nem is értem, hogy miért nem lehet visszamenni. Ezt se tudja átmászni. Ah. Még azon gondolkozok, hogy mi konzerves dobozzal dobjuk meg. Kapcsolódott, tehát az hogyan kerítés van ott, meg minden eszem lehet.
Hogy rájövünk. Logikus lenne, de hát limitálva van. Ja, sajnos. Nem biztos itt kell valamit csinálni. Ezeket a gumikat, hogyha szét tudnánk így... Nem lehet. Így neki dobni, és akkor rá tudnánk mászni. Nem tudom. If I press that switch over there, igen. The power should go out. Tudjuk. Jó van, akkor elnézzünk másik irányba. Én csak azt tudom, hogy... Jó, hogy itt le lehet menni? Oké. Nincs térké. Nincs térké. Nincs. Ni. Nin. Nincs. 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 Nincs térkép. Ez hogy nincs térkép? El fogunk tévedni akkor. Aha, itt vannak. Gondolom, úgy kell őket forgatni, hogy az összes zölde világítson. Ah, oké, akkor ez matek. Szóval a középső és a bal alsó forog ezzel, ugye? Most meg a középső és a... Menjünk középső, jobb. Nem, egyszerre három, a háromat forgat, oké. Ez ilyen háromszögbe forgassa őket, igen, és ez? Ez mit csinál? Jobb oldali, középső... Oké. Egy sejjük. Szóval. Elment? Elélvezett? Azt honnan tudod, Fandi? Honnan tudsz éneket? Szóval ez a közeli hármat forgassam. Oké. Okay. Kész, zseni. Nem kell hozzá elmennem, hogy elmenjek. Itt lehetsz közben, igen. Ó, itt van valami. Vérkvarc. Azt mondja, I might need this, de még ő se tudja a kislány, mire. Random felveszünk köveket. Amit találunk a játékban. Remélem nem vette fel, de lehet, hogy igen. Oké, most leeresztettük a vizet, ugye? És nem innen jöttünk? Ja, várjunk, hogyha leeresztettük a vizet. Itt történt valami? Ja, hogy itt jövünk ki? Kapcsolónál, oké. Okay. Szupi. És itt ki is lehet nyitni már. Kis kacsa fürdig. Elkett a tóban. Anyához kúszik Lengyelországban. Jó. Most már mehetünk. Laza a pálya. Sima az út. Csak pár ezer ellenség lesz előttünk. Innen is el lehet menni? Aha, innen is el lehet, meg innen is. Menjünk a rövidebb úton. Jött ide a kiskacsa? Úgyhogy a kiskacsák szoknak úszni ilyen csekély vízben.
Várj, kúsznak minden vízben, mindegy. Nem baj. Kiskacsa cuki néz ki, hogyha csekély vízben úszik, azért Fandi. Oké. Okay. Uff. Ezért. Na, ide belerakjuk a akkumulátort. És ezt fogjuk tudni vezérelni a létrát, ugye? A tűzoldó autót. Milyen jó, hogy pont oda állt be, ugye? Ó. Oh. Oké. Okay. Oké. Okay. És sem maradhat ki. Felnök Emilyt a második emeleten. Jó van, mindjárt jövök, csak szétittem magamat, és... Igen, nem kell. Mindjárt itt leszek, csak... Pusz. Na. Hát nézzük. Ki nem mutatta. Te ki vagy? Ez nem Emily, csak izé. Bábuba. Nem ránk hasonlít, na? Azt hittem először. A haja az nagyon, na. Csuklok. Ki emleget? Az egész egy beteges, gigantikus terv, hogy megkínozzanak. Az a kislány még mindig nem tudja felfogni, hogy mi történik, és inkább próbál abban hinni, hogy ez mind csak egy prank. Szörnyek is, meg minden. Jó volt. És lehet, hogy majd megfordul, és felén fog nézni. Emily, are you there? Milyen nagyok a könyvek? Azt a kurva! Mi a fasz? What? Úristen, mennyi fiók, meg mennyi könyv. Nagyon durván néz ki. Itt van egy létra. Ez hol vezet? Ezeket fedezzünk még a területet. Lehet, hogy fel tudunk mászni a tetejére. Holcnak. Hogy döcög a hátam is. Ting, ting. Úgy, mint a hereim, amikor... Na mindegy, nem hozzunk hasonlatokat. Igen. Sátor. Ú, ez ilyen kis otthonocskája. Lehet, itt egy kis sátra van. Naplója. Ez a saját otthona. Itt vulkált egész idő alatt. Üdítős dobozok. Csokikák. Épregények. Istenem. Kezdjük csak be ezt a hasonlaton. Egy másik furcsa könyv. A nagyapám legkirályabb... Nagyapám a legkirályabb ember a világon. Nagy. Vicces sorra van, és rengeteg történetet mesél az életéről. Olyan szeretnék lenni, mint ő, ha felnövök, és beutazni az egész világot. Imádom, amikor meglátogathatjuk nagypapát, mert mindig örül, hogy lát engem. Régebben állandóan hozzájártunk, de ma hozzánk költözött, és apa azt mondja, hogy itt fog lakni. Nagyon izgatott vagyok. Ma nem tudtunk játszani, mert nagyon fáradt volt az elköltözés. Költözés miatt. Megkértem, hogy mesélj el az egyik történetét, de nagypapa olyan álmos volt, hogy nem tudta befejezni. Segíteni akartam, ezért addig fésültem a haját, amíg el nem aludt. Szerintem tetszett neki. Annyira örülök, hogy nagypapa itt van. Na. Sajnos, Szali. Elképzeled. Inkább... Az enyémet. Az enyémet. Remélem, nem. Már free will-e van mindenkinek saját gondolatai. Ami gerget, az ger... Amire gerjedsz, arra gerjedsz. Ja, nem kell. Mert fog kámbodni. Oké. Okay. Az a izéspén... izésmém, az a... Oké. Okay. Most én vagyok az a srác. Oké. Okay. Oké. Okay.
akkor most mászhatunk le, ugye? Remek. Akkor eddig be tudok kapni. Egy kettő kanállal. Most. Többet is. Mennyi bogár, rovar, fúj. Júj. Kövessük ókat. Ott volt valaki. Ó, oh, valami követi őt. Én követem őt, a bábum, nem? Az én bábum lehetett. Ezt megöljük. Egy kicsit furán világított. De nem tudunk elmenni. Próbáljuk megkerülni akkor. Erre lehet menni? Ó! Oh. Ez mi? Újabb ilyen kőember? Kőre agál a fényre. Ó! Oh. Na várjunk. Ez valami pázos rész lesz valószínű. Ezt eltoljuk. És valamit meg kell vele világítani. Pont nem férek el. Kifelől lehet meg befele tolni. Pont úgy, igen. Mint a... Amit kifele és befele lehet. De nem férünk el. Már nem fér itt át. Oh. Hogy menjünk be? Másik irány. Várjunk ki. Aha, most megvilágítsa. Hát ő azt a blokkolta. Ó, oh, oké. Okay. Mondom, direkt csinálod. Igen, már tetszik nektek. Azért. Maybe. Szerintem ez aktivált valamit. Nem akartam újra aktiválni. Ja, menézzünk. Az a szem az merre mutatott? Ja, hogy ó, ez az ajtót blokkolta. Oké. Okay. Az meg. Az is lehetne, hogy két irányban, de nem kifele, meg befele. Hát előre, meg hátra ment, csak. Az is. Ennyi erővel azt is mondott, hogy perverz, hogy előre, hátra. Lassan már az is perverz lesz, hogy. Azt mondom, hogy hellóka, nem hello. Oké, erre ki lehet menni. És elmegyünk innen a 2008-as osztályba. Menjünk el, megnézzük. Mi van ott? Valahova lóghat még a szeme, azért nem tudunk tovább menni. Kéne követni ezt, tehát, hogy hova megy. És aztán kiégetni. Talán. Nem látni innen. Ó, basszus, 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 basszus. Na, bazd meg. Jó, meg kell ölnünk. Faszom. Ezt elbasztam. Utás. A picsába! Ne. Ajaj! Egész banda! Faszom! Ez kurva jó! Hát ez rip! Flash, nincs flash sem!
Az a baj, hogy kijöttem a flashlight-tal, és aztán már észrement. Aztán megpróbáltam az egyiket megígázni, és onnantól kezdve, hogy több jött, akkor már azt mondtam, hogy GG. Nem bírtam elfutni. Nem szabad itt. Ára nem most látogni. Biztos érdekes lenne. Elég. Oké. Akkor még két fele mehetünk innen. 208 és 206-os osztályba. 210-esben nem fogunk tudni elmenni innen. Szerintem. De mi nézzünk körül erre is. Itt még nem voltunk. Ez 10-es. Nem találom, hol lehet Emily? Flashlight. Itt kell egy kislánynál. Hát ez nem, ez nem olyan fajta flashlight. Ez nem olyan fajta. Milyen lehet, hogy neked van? Mi volt ez a hang? Mi? Mi van? Ez sem megállt a karakter is. Van valami. Bezártak minket ide? Ki zárt ide be? Az egy. Kiütet kéne találni. Ha itt átmehetünk. Itt vannak a diákok. Nagyon, mindenki nagyon lelkes tanuló kedvével, amit láthassátok. Mindenki alig várja, hogy megkezdődjön a óra. A második emelet ijesztő. A természettudomány labor van ott fent. És minden alkalommal, amikor órára kell használnunk, fel kell mennünk a második emeletre. A gyerekek idősebbek és gonoszak. Az én osztályomban a gyerekek gúnyolódnak velem, de az emeleten lévők, ők még rosszabbak. Félek tőlük. Nem hiszem, hogy csak szórakozásból gonoszkodnak. Szerintem ők tényleg szörnyetegek. Próbálok távol maradni tőlük, de azt hiszem néhányan követnek, amikor elhagyom az iskolát. Talán Sherry tud segíteni, ha elmondom neki. Élünk a nagy osztálytól, idősebbektől. Csak ez gyengé, de áramot is lehet vele termelni. Kislánynak nincs szüksége még ilyenre. Majd egy pár év múlva, csak. Oké, igen. És itt hogyan tovább? Ez egy csövet nem lehet. Nem tudunk mászni csöveken, nem tudunk parkúrozni. Valahogy ki kell jutnunk innen. Mindig zárva? Hát már nincs zárva. Ez mi? Az meg ez lehet az, ami bezárt minket. Oké. Tudni követni fog mi vagy valami. Követni fog, akkor be fog fingani. Tuti fel fog kelni, szerintem is. De várjunk, lehet, hogy nem is erre kell mennünk. Csak elmozdult, vagy nem? Nem mozdultam ugye. Erre lehet? Itt a szem. Ha! Ez a szem blokkolta egyik utat, nem? Talán. Talán a 2008-as osztályban, mert itt van ilyen összekötő. Lehet, hogy az lesz. Megnézzük mindjárt, ha jelve oda jutunk, természetesen. Inhalátor.
Itt nem fér, ugye? Nem. You think you're hiding a lizard? Oh. Na, kiégessük ezt a szemet, és megnézzük, hogy átenged akkor. Most. Ez az. Jó. Emhetnénk puzzle fejlesztőknek, annyira jók vagyunk a puzzle-ben. De hogy puzzle? Hogy meghajolnak előttünk? Nem, mutassa, hogy abban a szekrényben van. Ott találod a laptopomat az előzményeimmel. Örölt ki. És kopasz. Emily, are you there? Emily! Hol vagy? Itt a kőember, mindjárt beszélünk vele. Leave us alone. Rajzolták. És körülön ragasztva a fal mindenhol Emilyvel. Osztereivel. Don't fight, ne harcolj. Van itt még egy napló. It's another strange book. Depresszió tünetei, azt a picsa. Oké. Ez az egészet. Ezt is éppen átdobnám. Átkommentálnám textre, OneNote-on keresztül, aztán bepasztanám fordítóba és olvassa fel. Ezek a tények. Szervezett, racionális ember vagyok. Legalábbis én az voltam. És sem pszichiáti voltam, akit a bányatelepeken dolgozókat érintő. Aki. Ezek a depressziók tünetei. Figyeltem, hogy kicsit belolvasunk, na. Úgy is tudok vele azonosulni talán. Egy nap egy nagy bányavállalat képviselője Tom hatalmas fizetést ajánlott nekem. Azt, hogy kizárólag nekik dolgozhatok. Betwoolban lévő szénbányájukban, kisvárosban valahol Maine-ben. Nem igazán volt szükségem a pénzre, de elfogadtam. Jöjjött volna egy kis nyugalom és csend. Úgy gondoltam, ez egy jó hely lehet a nyugdíjas éveimre. Pszichológiai egészségügyi osztály 12 ember irányítja, nem tudtam elhinni egy idő után, értettem meg, amikor a saját szemmel láttam, hogy mi történik a bányászok lelkével azon a telephelyen. És már úgy gondolom, hogy 12 ember nem volt elég. A bányászok tönkre mentek. Nem tudom, hogyan fogalmazza meg szavakkal, egyszerűen az elméket összetörték valahogy. De miért? A város gyönyörű volt, nem volt rossz hely az élethez, egyáltalán nem. A bányában nem voltak különösen kemény körülmények, a fizetés is rendben volt, de időnként rendes emberek, akiknek rendes életük volt, bejöttek dolgozni, és súlyos depressziós tüneteket mutattak. Egyik napról a másikra. Anélkül, hogy előzetesen bármilyen jelet mutattak volna. Mindent megtettem, amit tudtam, hogy segítsek ezeknek az embereknek. A részlegünkön minden férfi és nő segített, és kudarcot vallottunk. Én is elbuktam, aztán néhány bányász eltűnt. Nem tudtam, mi történik, soha életemben nem voltam még ilyen tanástalan. Arra gondoltam, hogy kilépek. Egyszerűen nem tudtam. Az eset után a pszichiátriai csapat legtöbb tagja úgy döntött, hogy végleg távozik. Én úgy döntöttem, hogy maradok. Nem hiszem, hogy el tudok menni. Lehet, hogy a tűz ezért keletkezett, mert nem diagnosztizáltam időben az egyik dolgozót. Nem tudom miért. Én mindig őrzöm egyet a drót kötélpályára, amellyel a munkahelyemre mentem. Azokra a napokra emlékeztet a bányára, a kudarcomra. Egy nap majd jóvá teszem a bűneimet ezekkel az emberekkel. Békére lehetek. Akkor nem kell többé megtartanom ezt a jegyet. Érdekes volt. Túl sokat látom a játékokban a nevemet manapság. Kész. Ja tényleg, ez tényleg a izéket szabadítsuk fel ezek a kövekkel. Ja, most már mindegyértelmű, de az mit csinál?
És nála is villamos jegy van. Ilyen kövédelmet emberek. Szerintem ez csak ilyen mellék dolog, amit lehet csinálni. Szimplán. Nem ad hozzá mást. Jó. Erre. Oké, 2008-as osztály átnéztük. Akkor következő terv az, hogy elmegyünk erre. Még 2006-osban. Meg... Végigjárjuk a folyosókat. Át kell jutni ezeken a szörnyeken. Ez a probléma. És kurva sokan vannak. Viszont lehet, hogy néhány csak egy helybe áll, mint például ő. Ha ő az egyetlen, aki árulózik, a többi kettő csak áll egy helybe. Ezt nem hallotta meg. Van ajtó. Ez a laboratórium. Én nem ez még a folyosó. Bazzik zárva. Csába. Jó, oké. Neki el kéne terelni a figyelmét. Baszki, hát... Ah, fuck. Jó, megvárjuk. Megvárjuk, míg aki árőrözik idejön. És amikor elmegy... Akkor dobjuk. Úgyhogy csak ő... Nézem félre. Valahogy nem is tudom. Ha így lenne dobva, vagy még max ő. És lehet, hogy most el tudunk menni, talán. Nem tudom. Nagyon rizikós. Ó, faszom. Ezt elbasztam. Ezt elbasztam. Oké. Jó. Ugye már nem tudnak jönni, ugye? Csába. Ó, üdítő. Meg GBL. Ja nem, ez whisky. Na várjál, Mili. Azt nem mond nekem, hogy te kis üdítős doboz ittál, és közben alkoholt fogyasztottál. Fiatal vagy még ilyenre. Ott van a whisky. Ez kis pohár. Ez a kattogás, de durva volt. Vítés doboz. Hol jön ki? Ó. Oh. Ha teljesen skipeltük a laboratóriumot. Hol vagyunk most? Az első emeletre. De ez a második emelet. Ó, bazé! Azt, hogy kiabálsz. Mi a vagy? Itt nem tudunk elmenni. Rászníkelünk rajta. Remélem lesz elég idő. Vigyd meg a üdítődet. Oké, már pont fordult volna meg. Két felé lehet most menni. Menjünk a kazánház fele. Vagy a 202-es osztály. Menjünk először erre. Milyen szexi ez a rajz. Úgy néz ki ez a rajz, mint hogy egyik keze pénisz lenne, és a másik meg normális kéz. A hasából meg kijön egy döglött nyuszi. Körülbelül úgy néz ki. Péniszkezű. Oké. Okay. Teddy Maci. Emily?
Kicsit kopottas, de határozottan az övé. Emilynek a macia. Oké. Bemegyünk. Mindjárt, csak van itt még erre valami? Előtte? Nem tudom fésülni jól a dolgokat. Most itt heal. És kazánház felé nem voltunk még. Jó, azt így nagyjából meg kéne jegyezni. Ja, záró van. Oké, akkor valószínűleg kazánház felé lesz a kulcs. I gotta find the key. Itt van a szörny közben. Dementor. Dementorok mindenhol. Az a bábú meg ott könyvet olvas. Na, jól teszi. Az faszán is ezen keresztül hogy megyünk át? Nem futhatunk át. Opicsába. Ide jön. Az remek. Ez tök jó. Remélem itt nem vesz észre. Max megöljük akkor. Fasza. Akkor így. Tűnye. Megkerüljük ezt az egészet. Nézzük, hogy másik oldalán van-e valami. És se tudunk bemenni. Szelepet kéne találni. Ahhoz szűnnek. Amit meg lehet forgatni. Heal. Healből rengeteg adott a játék. Nagyon sokat. Most nem kellett még így hillelnünk. Ha meghalsz, akkor 5 HP, 5 inhalátor megmarad. És full HP is vagy. Na, itt sincs semmi már. Te vagy egy péniszkezű már. Jó nagy, hogy nem fér be a számon, nem? Ah, tök jó. Nem tudom. Még egyszer körbe megyünk, aztán hát, ha észreveszünk valamit. Esetleg. Ott se lehet. Itt nem tudunk átmenni. Itt is ez a szivárgó szemem. Izé. Ott van kapcsoló gomb. Igen, csak hát... Ez egy dolog. Volt másik út. Ja, itt erre el lehet még menni. Oké. Okay. Voltam követem Emily-t, én mindig egy lépésre vagyok maradva. Csalogatna téged valahova, igen. Szerintem nem csalogassák őt valahova. Valószínűleg az, hogy le kell dobnunk a kapcsolót, ugye? Úristen, hát vajon sikerül-e eltalálni? Jó kérdés. Bullseye. Ennyi. Kosárlabda. Csapatba kéne lennem. Ennyi az egész. Igen. Mélek lehet nyomni még egyszer? Akkor lehet, hogy valamire kenneni fog majd. Viszont itt még mindig nem tudunk tovább menni. Meg tűz van. Hmm.
Ó, ja látom, ja itt egy picit eláll. Ó, ja nem is folyamatosan jönni, oké. Rá tudunk ezen menni, csak jól kell időzíteni. Aha. Az hasza. Nem is öl meg, csak leviszi a HP-t. És itt meglegugolunk. Aha. Az ott mi? Vir... Madár, vagy mi? Csiripán is. Le tudom dobni konzervet, tuti nem. Eldudni le tudom, hogy nem esik le. Ezután leesne, és akkor így kapok achievementet, vagy valami, hogy kiengedtem a madarat. Ó! Nagy baseballista. Na itt lennénk, mi pont így néznénk ki, hogyha elvettek volna a kosárlabda csapatba, mint mondta a kislány, hogy kéne jelkezni. Pont így néztünk ki. Még név sincs rajta egyébként a kupán. Simán rá lehetne gravíroztatni a nevünket. Valószínűleg az a izé cuppanós szájú lesz megint. T. Ez a T. M. Bazd meg! A faszom az! Hú, de vicces volt! Ah. Ezt el kéne tolnunk a lóba, gondolom. Belesikoltott a nő a tévében. Ez a dolog elég rossz állapotban van. Miért itt parkourozni kell? Gondolom akkor úgy kéne ezt tolni. De mondjuk ide. És akkor... De hogy megyünk először is fel oda? De ezt tuti ide megy szerintem. Hogy meg fingott. Igen. Ha rávilágítunk? Nem, nem hiszem. Valamire kellhet talán. Konzerv. Es doboz. Fent is vannak tévék. That thing's in. Maybe I can throw something at it. Dobhatnék rá valamit. I don't Ja! think we'll get into any more Olyan trouble. könnyen leesik. Oké. Nice. Nice. Ez igen, nézd meg itt ilyen mapot építünk magunknak. Ó, bazd meg magad. Ez most nem ijesztett meg. Semmi nem volt. Hát itt sincs nyugalmam a szellőzőbe. Itt is mindig néznek engemet. Ha? És itt a vezérlőegysége egésznek. Mindenhol.